A nyíregyháziak azzal a tudattal utaztak a TFS-e otthonába, hogy korábban még egyszer sem sikerült legyőzniük fővárosi ellenfelüket. A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, az első negyedet 5 ponttal nyerte a Kossár-Suli. A második 10 percben újabb 2 pontot tettek hozzá előnyükhez a nyíregyháziak, akik a nagyszünet után tovább növelték a két csapat közötti különbséget. A hazaiak azonban nem adták fel, ledolgozták 10 pontos hátrányukat, sőt az utolsó percben egy triplával a mérkőzés során először a vezetést is megszerezték. Farkasinszky Orsolya egy kosár plusz büntető akcióval egyenlített, így következett a hosszabbítás. Egy darabig fejfej mellett haladtak a csapatok, a végjátékban viszont az addig epizodista Lizák Kitti egy duplával és egy triplával a vendégek javára döntötte el az elődöntő első felvonását. Talán azzal leptük meg a TF csapatát, hogy most kellőképpen agresszívek és kemények voltunk. Tehát ugye a mi csapatunkra az nem jelenti az, hogyha kell ugye ezt a testesteleni küzdelmet fölvesszük, hogyha kell, akkor azokat az ütközéseket is megpróbáljuk megoldani, vagy ugye ezeket a hátrafogásokból nagyon nehezen tudtunk kikászálódni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a csapategységben egymásért küzdve, hajtva dolgoztak a lányok. Ez a hosszabbítás, ez meg aztán végképpen az utolsó tartalékainkat mozgósítottuk, de úgy látszik, hogy bennünk volt nagyobb tartalék, mi tudtuk azokat a szituációkat pontosabban megoldani, és ezzel sikerült szerintem ezt a TF csapatát legyőzni idegenben. A mérkőzésen 33 pontos szerző és 20 lepattanót begyűjtő Farkasinszky Orsolya nehéz második meccsre számít, de bízik csapat a győzelmében, amely a döntőbe jutást jelenteni az NKS számára. Nem gondolom, hogy ez a TF le fog jönni és ide fogja nekünk adni, hogy tessék, akkor játszátok ti ezt a döntőt. Ugyanakkor bízom abban, hogy amilyen a hazai közönségünk, tehát ahogy kint voltak a mérkőzéseinken és szurkolnak, ugyanazt meg fogják most is tenni, és egy nagyon jó hangulatú, küzdős mérkőzésen mi fogunk nyerni. A másik elődöntő első meccsén az MTK Budapest 77-62-re verte a Vasast. A nyíregyházi Kossár-Suli TFS-e mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.